Sziasztok! Ebben a videóban a karácsonyi hangulatban bukteget fogom kitölteni. Ezt a teget Evelyn blogján, a Pergamerahány szavak blogján találtam meg, és úgy döntöttem, hogy idén szeretnék kitölteni egy karácsonyi teget, úgyhogy erre esett a választásom. Nem is húzom tovább az időt, kezdjünk bele! Mikulás várás egy könyv, aminek olvasásával meg kell várnod, hogy a fa alá kerüljön. Az az igazság, hogy soha senki nem akar nekem könyvet venni, mert azt mondják, hogy van elég. És karácsonyra mindig azt mondják, hogy nem kapok könyvet. Tök szomorú. De legalább szülinapomra kapok, és az december 18-án van, úgyhogy most ezt gondoltam ide, ami nem más lesz, mint a talán most, és ezt anyukámétól fogom kapni, úgyhogy ez majdnem olyan, mintha a karácsonyt kéne megvárnom. Következő pont, ünnepi díszítés, egy piros színű kötet. Hát piros színű kötetem van... annyira nem is piros. Bár a hátulja, de. Szóval én most ezt hoznám, a Csókra várva című kötet, aminek az eleje annyira nem piros, de a gerince mindenképp, meg a hátulja is, úgyhogy szerintem ez ide jó. Egyébként elég karácsonyi, hogy ennyire piros tényleg. Nézzétek amúgy a pulcsim is milyen karácsonyi, vagyis pólom. Igen, ezt direkt karácsonyra vettem, hogy ebbe karácsonyozzak, mert olyan karácsonyi feelingje van. Harmadik pont, karácsonyi dalok. Egy történet, amiben szó esik az ünnepekről. Egyből beugrott egy kötet. Ez nem más, mint a karácsonyi kutyavásár, amiben hát központi szerepe van a karácsonynak, úgyhogy ebben mindenképp szó esik az ünnepről. Negyedik pont, az ünnepi menü. Egy kötet, amiben ne kezdj korkó gyomorral. Hát ez nagyon nehéz kérdés. Nem is tudom, hogy van-e ilyen kötetem. Most végignézem gyorsan a könyveimet, hát ha eszembe jut bármi. Most a megveszekedett jutott eszembe. Sokszor mennek fánkozni, és nagyon szeretik a fánkot. Ezért jutott eszembe. De egyébként kimondottan más nem nagyon jut most eszembe. Amiben olyan központi szerepe lenne az ételnek, hogy... korkógyomorral ne tudnék belekezdeni. Karácsonyfa és az ajándékok. Egy könyv, amire boldogan gondolsz vissza. Jó, ez a könyv legyen... az egy szerelem története, amit most olvastam nemrég, és imádtam ezt a könyvet. Van benne szomorú rész, de ez az a könyv, amire mindig is vágytam, szerelmi történet szempontjából, úgyhogy én boldogan gondolok vissza erre a könyvre, annak ellenére is, hogy végül is szomorú része is volt, de tényleg olyan szempontból gondolok erre boldogan vissza, hogy imádtam ezt a könyvet, és nagyon örülök, hogy elolvashattam. Hatodik pont. Szánkózás a havastájon. Egy kötet, aminek története hullámvasútra ülteti fel az olvasót. Hát ez egy jó kérdés. Pedig vannak ilyen könyveim, biztosan. A velük véget ért mutatom most, mert ezt imádtam ezt a könyvet, és sokszor nagyon szurkoltam az egyik szereplőnek, de aztán a másiknak, aztán nagyon boldog voltam, aztán nem annyira, úgyhogy szerintem ez egy hullámvasút. Hetedik pont. Olaf, a nyár szerető hóember. Melyik az a könyv, amin olvadoztál? Az a könyv, amelyiken olvadoztam, az nem más, mint... Most csalás ugyanazt a könyvet hozni, amit már egyszer hoztam, mert most ide a kéket hoznám. De azt már hoztam, úgyhogy akkor azt nem hozom. Melyik könyvön olvadoztam? A Több mint víz című könyvet hozom ide, mert szerintem ez egy olvadozós történet, nagyon cuki kis romantikus könyv. Nyolcadik pont, forralt bor vagy meleg kakaó. Egy könyv, amivel télen fogsz bekuckózni a kedvenc italoddal. Van jó sok könyv, amit most szeretnék, de tudom, mit mutatok, most beugrok. Ezt
karácsony környékén tervezem olvasni, és tuti, hogy fogok valami kávét inni mellé, mert nincs is ennél hangulatosabb, vagy egy kis kakaót, vagy teát. A lényeg, hogy ez az a könyv, a Karácsony Malac című új könyvem, úgyhogy remélem időm is lesz karácsonykor elolvasni, de úgy csináljuk, hogy legyen. 9. pont, csillagszóró, egy kiemelkedő olvasmányod az idei évből. Kiemelkedő olvasmányom, megint nem hozhatom azt a könyvet, amit már hoztam, ugye, mert akkor megint a kék lenne, az nekem az tökre kiemelkedő volt, de nem szeretnék ugyanazt. A Sötét magányos átok nekem nagyon tetszett és nagyon szerettem, és remélem a második részt is minél előbb el fogom tudni olvasni, mert már az is megjelent. Úgyhogy ez nekem igazán kiemelkedő olvasmány volt. Elérkeztünk az utolsó ponthoz, ami nem más, mint Hullahó, hullahó, egy történet, amelyben sok a ridegség. Ezen nem kell sokat gondolkoznom, az ifjú kiválasztottak az, ami teli van ridegséggel, és elég sötét hangvételű könyv. Ennek ellenére én nagyon szerettem ezt a könyvet. Hát ennyi lett volna már ez a videó. Evelyn blogját belinkelem nektek, ahol kitöltött ezt a bookteget. Olvassátok el azt is, szerintem nagyon érdekes. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Találkozunk a következőben is. Sziasztok!